Lutz Tibor részesült a 2021-es tanév legjobb Baranya megyei informatikai oktatója kitüntetésben. A pécsi Radnóti Miklós közgazdasági technikum tanára azt mondja, nagy megtiszteltetés ezt a díjat elnyerni. A pedagógus szerint már kiskortól érdemes a gyerekekkel megismertetni a számítástechnikát. Cél az lenne, hogy megszerettessük velük először is ugye magát az informatikát. Ugye később, hogyha már megszerették, akkor ugye tudjuk terelgetni őket különféle ágazatokra az informatikán belül. Azt gondolom, hogy a cél pedig az lenne, hogy nagyobb korukra, itt a régióban maradva erősítsék ugye az informatikai cégek szakmai gárdáját. A tanít elnevezésre hallgató díjat egyébként idén először adták át Pécsett. Az elismerést az Informatikai Vezetők Társasága Egyesület alapította azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az ágazat fontosságára. Még 2018-ban civil kezdeményezésre jött létre a társaság 47 taggal, most pedig a Baranya megyei önkormányzattal közösen hagyományt teremtenének a kitüntetés átadásából. Ahhoz, hogy a megye gazdasága az új lendületet vehessen, jobban tudjon fejlődni, ahhoz szükség van a 21. századi innovatív vállalkozásokra, szükség van arra, hogy azok a fiatalok, akik tehetségesek és mérnöki informatikai pályában is gondolkodnak, azok ténylegesen is ezt a területet válasszák, ahhoz szükség van olyan példaképekre, akik őket ebben inspirálják, ilyenek lehetnek az informatika tanárok, az informatika oktatók is. Az idei díjazottat egyébként egy 5-tagú bizottság választotta ki, de a jövőben tovább fejlesztenék a kiválasztást, ugyanis jelölési rendszert alakítanak ki, és a közönség is szavazhat arról, ki kapja meg az elismerést.